Mi ez a hang? Egy kisbaba. Ne fogadjuk be. Szegény már ki tudja, mióta van itt, és még észre se vettük. Fogadjuk be, szerintem is. Nagyon jó szülők leszünk. Ez itt a nappali. Igen. Ugye milyen szép. A nappali. Nem, a kisbaba. Persze, persze, nagyon szép. Gyönyörű. Amúgy mi legyen a neve? Mondjuk lehetne... Sandy. Sandy? Jó legyen Sandy. Tök jó név. Pár évvel később. Figyelj, ma fogsz menni óvodába. Az micsoda? Az óvoda az egy varázslatos hely, ahova elviszünk téged. Ott lesz majd sok barátod, majd tudtok játszani. Tehát anya csak annyit akar mondani, hogy nem kell tőle félni. Varázslatos hely. Igen, gyönyörű lesz, ott lesz egy óvónéni, ott fogtok kapni ebédet. Kb. Ugyanolyan lesz minden, mint otthon, csak mégis kicsit más. Értem. Na de induljunk is. Majd ebéd után jövök, érted? Jól van. És amúgy ott is kéne a labor aludnod, de most én megengedem, hogy haza gyere. Jól van, akkor köszi anya, de itthon attól még lesz alvás. Mi is megérkeztünk. Itt van Sandy. Szia Sandy, én leszek az óvónéni, ők pedig itt a csoporttársaid. Szia Sandy, szia, szia, szia. Igen, mi egy nagyon jó kis közösség leszünk, azt már most megmondom. Na de én megyek is. Jó szórakozást. Valaki jön hozzám építeni? Én jövök. Én is jövök. Ó, figyeljetek gyerekek. Én nekem még most van egy kis dolgom, úgyhogy azt még megyek elintézni. De majd hamarosan visszajövök. Szia! Szia! Hogy vagy? Jól. Hát eléggé kis szomorúnak tűnsz. Hát mert anyáik nincsenek itt, és tudod, nagyon félek. Jól van, nem kell félni, mert én itt leszek neked. Nagyon kedves vagy. Na mindegy, én megyek építőkockákat rakosgatni, biztosan valami szép házat csinálnak, majd gyere te is. Jól van. Úristen, 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 úristen! Mi történt? Átváltoztatta egy cicává! Ó, néni! Mi a baj, gyerekek? Átváltoztatta egy cicává az egeret! Tündér! Ó, gyerekek! Úgy örülök, hogy végre egy jó kis társaság. Így összebarátkoztatok, és már ilyen jókat játszotok. De mondom, hogy nekem most még van egy kis feladatom. Mindjárt én is jövök ide. Én nem viccelek, komolyan beszélek. Figyeljetek, szerintem ide hívom a szüleit, és ezt megbeszéljük majd. Nyugodtan játszatok addig. Igen, mi történt? Miért kellett behívni? Hát tudják, ez eléggé hihetetlen lehet a számukra, de a gyermekük fogott egy varázspálcát, amit még mindig fog,
És akkor átváltoztatta az egeret egy macskával, egy ilyen plüss macskával, utána visszaváltoztatta. Ez egyszerűen valami varázslat, vagy nem tudom. Hát ez nagyon jó vicc. Csak tényleg miért hívott? Lázas a gyerek, vagy esetleg maga lázas? Nem. Nem vagyok lázas. De tényleg nem hazudok. Esküszöm. Csináld. Miért hívtak be? Nekünk már a munkahelyen kéne lennünk. A főnökünk is eléggé haragudott ránk, mert hogy el kellett ide jönnünk. De tényleg! Mutasd! Csináld! Gyerünk már, úgyse hisznek nekem. Na, mi szépen visszamegyünk. Vagy ki fogjuk iratni ebből az óvodából, ha itt mindenki ilyen hülye. Most még egy körtévé változtatta. Vissza tudnád hozni azt az egeret valahogy a gyomrodból? Jó van, elvisszük valahová. Pár nappal később. Hölgyeim és uraim! Ez egy csodálatos műsor lesz, mivel a mostani műsorban ide fogok varázsolni maguknak csilibú csilibá puk egy fát. És ha a fa még nem lenne elég, akkor még ide varázsolok maguknak egy napszemüveget. És ha még a napszemüveg sem lenne elég, akkor most ide varázsolok maguknak egy embert. Úristen! Wow, ezt hogy csinálta? Ez hogy varázsolta oda azt az embert? Köszönöm szépen! Tényleg nem tudom, hogy csinálta. Egyáltalán nem tudom, hogy varázsolt oda, csak úgy oda keveredtem valahogy. Nagyon ügyes voltál, lányom. Én is nagyon büszke vagyok rád. Csodálatos voltál, szerintem a közönség még soha nem látott tiét egy kislánytól. De anyu, és még holnap is föl kell lépnem. Igen, még holnap is föl kell lépned, meg holnap után is, de nyugi, nem akarunk ebből ilyen nagy izét csinálni. Csak gondoljuk, hogy ez akár majd jót tehet neked. Mi csak neked akarunk jót. Igen. Hölgyeim és uraim! Ez egy nagyon varázslatos műsor. Ez egy nagyon varázslatos produkció lesz. Hiszen ebben a produkcióban még az álluk is le fog esni. Hiszen én nagyon sok mindent tudok. Mint például ezt. És még ráadásul ezt. És ha még ez nem lenne elég, még tudom ezt is. Úristen, hogy kerültem ide? Ez hogy csinálta? Ez hihetetlen! Köszönöm szépen, hogy itt voltak a mai műsoromban. Elnézést, maguk a szülei? Igen, mi vagyunk. Miért? Mi lenne a gondja? Igazából. Csak annyit szeretnék maguknak elmondani, hogy lenne egy ajánlatom, és ez az ajánlat az lenne, hogy a gyermeküket beirathatnánk egy iskolába, 2 éves kortól 12 éves korig lehet oda beiratkozni, mert úgy vélem, hogy nem tesz neki túl jót, hogy ennyire
hogy ennyire megismertetik a világgal, hogy neki ilyen ereje van.